Beszéljünk egy kicsit a nyíllázárokról. Ugye volt szerencsém másfél évet eltölteni nyíllázárok beszerelésével, egy olyan cégnél dolgoztam, akik eddig nagy mennyiségben szereltek ilyesmit, és bizony a vályog épületeknél nem egyszerű a dolog, hiszen nagyon nagy bontással jár. Általában a hagyományos geréptopos, dupla geréptokos ablakokkal találkozunk, sokszor rejtett okozású redőnnyel, ami tovább nehezíti ezt a dolgot. És nézzetek meg, hogy itt is milyen csúnya módon oldották meg a visszajavítását. Sajnos az a legjobb és leggyorsabb módszer a visszajavító mesterek szerint, hogyha ide felépítenek hungarocell darabokból, jó esetben pont olyan vastagságot választanak, és csak egy helyen van ragasztva a falra, ami ki tudja egyenlíteni itt a felületét. Hát ez jól látszik, hogy nem sikerült ezt megoldani. Pedig szerintem itt is hungarocellel, polisztirol lapokkal oldották meg ezt a kérdést, tettek ide egy sarokvédő elemet, ami megint csak látszik, tehát ez egy nagyon csúnya módon elkészített, és ez nem egyedi dolog. Tehát ezzel a javításért 14 és 25 ezer forint közötti értéket szoktak elkérni árat, és nem mindig sikerül. Most itt is jól látszik, ez azért problémás, mert legtöbb helyen a polisztirol lapokat fölépítik, és közé csemperagasztót tesznek, azt is pogácsáson, és ott szépen süvít át a hideg. Tehát ez egy probléma. Érdemes hőkamerával megnézni azt is, hogy sikerült-e megoldani az ablakoknál a purhabozást. Ugye ez egyértelmű, hogy itt polisztirollal van egyébként kiegyenlítve. Na most a purhabozásnál előfordulhat, hogy nem nyomják telibe, ugyanis sokan nem tudnak purhabozni nyílászárókat. Van, aki ugye úgy húzza, hogy itt húzom a csőrét, és húzom utána, soha nem lesz telibe fújva, és soha nem fog tömíteni teljesen. Viszont, hogyha toljuk magunk előtt a habot, tehát így töltjük fel az üreget, akkor már más a helyzet, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ki tudjuk tölteni az üreget teljesen tökéletesen. Nagyon sok problémát okoznak ezek a műanyag, hát könyöklőnek neveztük ugye korábban, tehát ez alatt is, ezt is úgy szokták rögzíteni, hogy purhabot fújnak alá, itt szintén el lehet követni hibákat. Manapság már három rétegű üvegizésre érdemes ablakokat választani, hiszen a két rétegű üvegizés az már sajnos nem felel meg a mai energetikai kiírásoknak, és egyébként sokkal többet ér a három rétegű üvegizés, tehát hogyha ablakot cseréltek és már rászánjátok a pénzt, akkor ezt mindenképpen három rétegű üvegizéssel érdemes megoldani. Azt már korábban mutattam nektek, hogy van az ablakoknak egy olyan állása a bukónyíló ablakoknak, ez is az szerencsére, és meg tudom mutatni nektek, ahol hogyha így áll a kilincsetek 45 fokban fölfelé, akkor egy picit megnyílik az ablak felső része, látjátok? És ez lehetővé teszi, hogy akár areko szellőzők, részszellőzők nélkül is, aminek ugye beépítés nélkül 10-15 ezer forint körül van az áruk, ezt meg tudjátok oldani így is a szellőzést, és kevésbé fogtok penészedni. Nagyon oda kell viszont figyelni rá, hogy ha így használjátok az ablakokat, azért nagyon hidegbe ezt ne használjuk, és ne használjuk így folyamatosan, viszont ez egy jó megoldás lehet ennek az areko szellőzőnek az ideiglenes helyettesítésére. Gyakori probléma, hogy a vályog épületekben, hogyha beszereltek egy ilyen műanyag nyílászárót, akkor elkezd penészedni körben, tehát lehűl az a felület, főleg, hogyha így kinyitjátok, akkor is megvan ez, de a levegő áramlása miatt nem tud utána penészedni, tehát azért működnek ezek az areko szellőzők is, hogy van egy légmozgás, és ki tud száradni a felület. Viszont ezzel óvatosan kell bánni, mert pont az ellenkezőjét is elérhetjük, hogy a beáramló hideg levegő miatt visszahűl az a felület, és itt a bent lévő meleg párás levegő az fog kicsapódni ott. Jó, tehát ennyit röviden most a nyílászárókról.